Gyere, mert ott megvan! Nem megyek, ha megvetned! Nem kell szaladni! Ne félj, nem eszem meg! Én csak figyelmeztetem magát, édeslányom, hogy az én körgintámban többet be ne tegye a lábát! Én ott megtűrök mindent, nekem muszáj, mert ez az üzletem. Én nem nézem, hogy úri hölgy vagy bárcás csak öt vasat fizessen. De ha valaki az én körhintámon illetlenül viselkedik, az ki lesz tiltva? Ezt nekem mondta. Magának maga cseléd! Az én körhintámon... Nekem mondta, hogy viselkedtem? Megfizettem a menetet és felültünk a szalvasra. Egy szót se szóltam, csak a barátnémmal beszéltem. Mit akart Gyüle? Nem is a Juli ment oda, hanem a Lilium jut oda! Az nekem mindegy, aztán jöjjön a rendőrség és vegyen tőlem a licencemet. Magam a megfizeti, ne kell maga rongyos! Rongyos, aki mondja! Hát többet nem ül föl. Fogdostatja magát a kikiáltóval, nem sül ki a szeme. Mit mondod? Hát azt hiszi, nem láttam. Azért, mert belülök a hit a közepival, tükörnél látok én mindent. Fölültök a szarvas és az egész menet alatt hagyta magát fogdosni a kikiáltóval. Szép kis disznó. Nem is fogdosott. Oda volt tűve magához az egész menet alatt. Hát oda volt tűve, mert oda tűnt. Hát oda tűl, ahova akar. De nem mondhatom neki, hogy ne dőljön hozzám, amikor illedelmesen oda tűnt. Nem is nyúlt hozzá. Átfogta a derekát. Abban is van valami. Na maga csak fogja be a száját. Magát nem kérdeztem. Majd éppen magát fogom kérdezni, hogy miben van valami. Átfogta a derekamat. Hát másnak is átfogta. Liliumtól ezt már megszoktuk. Hát majd én leszoktatom róla, édes lányom. Az én körhintámon nem lesz fogdosás. Ha szerelmeskedni akar, menjen az állóhelyre, a Barogaldi cirkuszba. Ott még katonát is kap. Köl a kutyának. Hogy de még katona ette volna meg a felemi. Na, hát csak ezt akartam mondani, édes lányom. Mert tudja, jobb ez így. Mert ha oda merít dugni az orrát, hát én hátba vágom, édes lányom, úgyhogy megnémul. Nem hagyom a licenszemet elvenni a rendőrségtől, mert azt ott is tudják, hogy az én körhintámon nincs erkölcstelenség. Ezt mind akár ne is mondta volna. Mert ha nekem kedvem szoktja felülni a maga hintájára, megfizetem a menetet is felülök. Szeretném látni, hogy hozzám jön valaki. Hát csak jöjjön, aztán próbálja meg. Meg is próbáljuk. Olyan még nem látott a liget. Talán ledó. Le én, édes lányom. Hát aztán, ha én vagyok az erősebb. Akkor... Be se piszkolom a kezemet egy ilyen cseléddel. Majd lelöki a Lilium, azt már tudja, hogyan kell elbánni az ilyen mindenesekkel. Legyen lelök a Lilium. Hogy engem a Lilium. Le, édes lányom. Úgyhogy azt se tudja, honnan jött. Ha megint ezzel van baj. Lilium úr, kérem. Ne kiabálj. Ne kiabálj. Na. Mi baj van? Mit csinált ez? Azt csinálja, hogy jár a szája. Még neki jár feljebb. Ki lett lökve a hintámról, és nézze meg magának, Lilium, ezt a cselédet. Jól nézze meg magának! Ez ki van tiltva az én körhintámról? Ha ki van tiltva, akkor most haza. Gyere, hadd itt őket! Nem megyek! Ha még egyszer meglátja, ne engedje föl. És hogyha felül, lökje le. Értette? Hát aztán mit csinál? Lilium úr, kérem! Tessék megmondani igaz lelkére. Lelök engem, ha felülök a hintájára? Lelöki. Na magát kérdezték! Lili úr, tessék megmondani szemtől szemben. Lelök engem. Lelöklek én, fiam, ha tudom miért. De ha nem tudom, akkor miért? Na látja. Hallottam, mit mondtam? Köszönöm a finomságát, Lili úr. Ha ez a cseléd oda merik tenni a lábát, le lesz lökve. Az én intézetemben nincs fogdosás. Micsoda fogdosás? Maga átfogta a derekát. Láttam, jól. Ne adja a bankot! Menj aztán nekem, nem szabad átfogni a lányok derekát! Hát majd magához megyek engedélyt, ha valakinek át akarom fogni a derekát! Tehet, amit akar! Tőlem el is viheti aludni, de neki nem szabad! Az én intézetemben nincs fogdosás! Hát most fogja be a száját! Mit mondod? Fogja be a száját és menjen vissza az intézetbe! Micsoda? Hát mit akar ettől? Erre a vézdára mászik rá, amiért én átfogtam! Hát gyere lányom a hintára, amikor csak akarsz. Azért is gyere oda. Minden délután is. Ülj fel a legszebb szarvasra. És ha nincsen pénzed, hát a Lilium fizeti a menetet. És ha valaki hozzád lehet nyomni, hát annak a Lilium megmutatja, mi az, amit fogja magadnak. Bal kézzel s légen a tüdőre egy népon, köhögése. Rangyos! Köszönöm a finomságát, Lilium. Azt hiszed, hogy téged nem lehet kidobni? Miért? Azért te vagy a legjobb kikiáltó a ligetben, már ki is vagy dobva, már el is vagy bocsátva. Rendben van. Már ki is! Dobhatlak, ha akarlak. Csak úgy, ahogy mondta.
Ki vagyok, Dom Van, ne szíja vissza! Már megint adod a bankot a kedvességedre föl, már megint goromba vagy. Langyos vagyok? Hát azt hiszem engem már nem is lehet kidobni. Már megint gorombáskodsz velem! Ki vagyok dobva? Tönkre akarod tenni az üzenet? Hát langyos vagyok, hát hogy cilindert húzok, hát ki vagyok dobva? Nem is meg kidobva. Csak ez a csepp... Mars ez... el innen! Megperetlek a Hozlingerhen, Lilion! Egyszer már... Mars haza! Kidobd el most, mars! De Lilium úr... Befogni a szájat itt! De azt mondja, hogy nem dugta ki. Csak azért, mert én miattam van az egész helyzet. Kérjen bocsánatot ettől. Én? Aha, hát kitűn! Ettől a kis maznától nagysága kérem. Hát, nekem adod a bazilikát. Hát, ha nekem adod a láncidat, hát, ha az öreg Rothschild-tányéhoz hozza ide az összes pénzét, ha csak közeljön a hintámhoz, nem rúgom le úgy, hogy hetet bogázik! Bocsánat, kérem. Most aztán tessék szépen csöndben ebben elmenni. Mert én még nem vettem meg előre. Kivéve, mikor összmegy Holzernél három hétig feküdt el. De ha a nagysága most elmenne, most békén nem hagyja ezt a szegény kis bogarat, hát én megmutatom a nagyságának, mi az, amit vagy mondunk. Bal a kézzel s régen a tüdőre egy melykor köhögés ellen. Látod, fiam. Most aztán te sem kör lesz nekem. Be se gyere holnap! El vagy bocsátva! Ne sajnálj, fiam, mert hozzád várunk valamit. És te se sajnálj, te kis cselédfogát. Nem is sajnálj. Ne sajnálsz, látom az orrodon, hát te is kaphatsz valamit. Hát úgy néznek rám, mintha a Lilia most elmehetne kordulni, mert a nagyságos muskát nézvegyné kidobta. Úgy nézzetek rám, bogarak, hogy engem a legelőkelőbb körítások már mit kidobtak. Hát nekem lehet a muskát imponálni, nekem az fiatal. De hát most mit fog csinálni Lilia? Most fiam. Iszok egy sört. Azt tanult meg, fiam. Minden ilyettségre egy sör. Na lássa, mégis meg ilyet. Csak a söré, fiam. Hát akkor most már Lilium úr. Mi az most már? Hát akkor most már maradjon velünk. Na, én fizeted a sört. Hát te? Mennyi pénzed van? 8. Hát neked? Mennyi van? Na most már tudom. Na, ő nem köpögni. Maradjatok itt. A Lilium elmegy a kőhintához, aztán elhozza a frakját, meg a klakcilinderét, meg mind a három fehér neműt, aztán megyünk a Hungária kertbe. A lefejét fizetem. Itt várjatok a padon. Sajnálom. Hát te. Én csak úgy módjában, de te úgy bámulsz utána, hát azért. Nem is bámulok, csak meg kidobtál. Miért ők rúgták ki? Mert téged kedvel. Nem is kedvel. De kedvel. Nekem is van, aki kedvel? Micsoda? Ha még neked nem volt, nem mondtam. De most mondom. Szívemnek is van szerelme. Nem szégyelled magad? Nem. Szívemnek édes szerelme. Hát aztán kicsoda? Micsoda? Katona. Milyen katona? Éppen azt nem tudom. Valami katona. Hányféle van? Hát sokféle. Huszárkatona, tüzérkatona, fúrvézerkatona, meg gondos a gyalogság. Kalaz a villamostól, az is katona? Az nem katona, az kalaz. Hát rendőr, az se katona? Nem, az csak rendőr, biztos vagy konstábel. Pedig kardja van. Kalaznak nincs kardja. Akinek kardja van, az katona. De díszmagyarnak is van kardja, mégse katona. Képviselőnek is van kardja, mégse se. Hát akkor csak ki katona? Már mondtam. És a tiszt az is katona, meg a honvéd is katona. Szaníté, az milyen? Az is. De nem, az csak félig. De azt úgy mondjuk, ez itt katona, az meg ott szaníté. Hát akkor melyikről tudom, hogy melyik a katona? Ha kardja van, csak ha nem rendőr. Na, ez így van. Finánc? Az finánc. Hát pedig annak puskája is van. Kardja is van. Vár pedig, az csak nem katona. Az olyan, mint a szaníté. Az is zöld. Tiéd talán zöld. És te nem, de hogy zöld. Aki zöld, az csak félig katona.
Hát aki bordó, az huszár, de csak a nadrágja. A vártüzérnek stráfja van, barna az trénkatona, a rongyos bulvézer. Na, megtanulod te is, ha már egy évig jársz a ligetben, mint én. Most még falusi vagy. Hát akkor merikről tudom, hogy... Miről tudom, hogy melyik a katona? Csak is egyrű. Mirű? Egyrű. Mirű? Bögsz? Most minek bögsz? Mi a trúgú? Tigúgú. Azért, mert te besti vagy, én meg csak most jöttem. Honnan tudom a katonát? Ne csúfulj, mondd meg. Nyisd ki a füled. Csak is egyrű ismerszik meg a katona. Ha szalutál, erre az egyrű. Akkor jó. Azt mondom, akkor jó, mert hogy a húgó az... Mit csinál? Húgó! Ez a neve így hívják. Húgó! Mit csinál? Húgó! Most már megint nyikorogsz? Minek tudsz? Mi a húgó? Nem gúnyulat, tehát azt mondod, hogy húgó. Tehát ez a muszáj nevetni. Na, hogy hívják? Nem mondom. Na jó, akkor nem katona. De mondom. Na? Nem mondom. Nem is katona. Biztos postás. Levélhordó. Nem! Inkább mondom. Na. De ne nézz rám. Arra néz, akkor mondom. Húgó! Húgó katona, húgó! Milyen katona? Piros. Nadrágja? Nem. Kabátja? Az se. Hát. Sapkája. Hordár az fiam, hogy jöjjön a fráz. Piros sapka, mint az Hordár. És a gardyazsa puskája. De szalutál! Te mondod, erről ismerszik meg! Nem szalutál, köszön. Nekem szalutál. Azért, mert húgó, azért még lehet katona. Piros sapkája van. Egész nap a sarkon áll, őrségben. És mit csinál? Na, Hordár az fiam, az a rangja. Aztán a Liliumnak ugyan mi a rangja? És hogy jut eszedbe a Lilium? Mi között hozzá? Nekem sincs a húgóhoz. Minek gúnyulsz a húgóval? Én meg gúnyulok a Liliummal. Hát én nem szóltam hozzá, ő karolt át a hintán. Én nem mondhatom neki, hogy ne karoljon, ha már karol. Talán nem is eszed jól. Nem. Akkor meg minek nem gyűsz haza? Azért, mert várod. Nem mondtam, hogy várjunk. Még mindig itt vagytok. Miért nem mentek még haza? Hát azt mondtam, hogy várjunk. Mindig neked jár a szád. Na ki kérdezel? A Lilium úgy kérdezel. Nem hallgatsz! Na mit csinálok én kettővel? Csak az egyiket gondoltam. Az egyik menjen haza. Na. Gyere! Gyere! Az egyik menjen haza. Hol szolgálsz? Dreyer igazgató úr, Damjanovics utca 20. Hát te? Én is abban a házban. Na. Hát az egyik csak szépen menjen haza. Melyik akar itt maradni? Melyik nem beszéltek? Elcsapják ám, ha itt marad. Ki? A Julikát. Csak hétig van kirennie. Elcsapnak. El. Hát engem nem csaptak el, mi? De magát is elcsapták. Hát arra látom. Hát, menjek, Julika. Nem tudok neked erre felelni, Marika. Hát csak maradj itt, ha akarsz. Aztán elcsapnak. Ha? Menjek, Julika. Akarsz már tőlem, Marika. De csak te tudod, Julika. Menj csak szépen haza, Marika. Szervusz!
van, te se vagy hivatalban. Vacsoráztam? Nem. Akarsz a sörkertbe jönni vacsorázni? Nem. Hát máshova? Nem. Nem még jársz nekedbe. Megláttam, hogy csak háromszor. Máskor nem voltam? Voltam. De már láttál engem? Láttam. Tudtad, hogy én vagyok a... Mondjam. Mondták. Van szerint? Nincs. Ne hazudj. Nem, nincs. Mondanám, hogy volna. Nem is volt soha. De volt. Nem volt. Minek mondja, hogy volt? Én te szöntelen vagy. Na mindjárt itt vagy. Mégse volt. Hát, most már csak azt mondod, hogy azt sem tudom, miért üzít vele. Már te tudod a járást. Nem tudom a járást, millió mű. Most már csak tényleg azt mondod, hogy azt sem tudod, miért üzít. Hát itt üsz velem a sötétben. Ha még nem lett volna bakád, nem jöttél volna olyan. Mentétem már az én vissza. Na minek van itt? Mert hogy ne hagyjam egyedül. Ennyi, nem tudom, hogy te bogár. Hát neked vannak körül. De nem csak cseli. Szobalány is, nevelőné is, franciáné is. Akár húsz is. Tudom, Lilió. Mit? Szeretik a nők. Nem is az önök, aki. Csak mert jó volt hozzá. Na hát, ha csak ezért üzít, haza is mehetsz. De most már nem megyek, ha itt marad. Hát, ha itt hagylak. Hát, akkor sem megyek, Lilió úr. Tudod, milyen vagy te? Volt nekem egyszer egy szeretőd. Na, megállj a mesébe oda. Egyszer este, mikor eloltottuk a lámpákat a hírtán. Kicsoda maga! Én? Álljon föl, rendőrség! Hogy hívják? Zámoz ki erre. Ne sírj, nem esznek meg, ez a razzia. Fogja csak egy kicsit. Micsoda maga? Mutatványos. Nagyságos kapitány. Ez a Lilió. Már volt benne egy párszor a kertben. Ja. Te vagy ez. Kinél vagy most? Özvegy Muskát körülnyújta. Miért nem így haza? Mert csak ülünk itt ebben a lányban. Szerető? Le. És te kicsoda vagy? Zeller Júlia. Cseli? Mindenes lány, kérem. Nagyságos Kolics hivatalmunknál. Damjanics utca 20. Nézze meg a kezét. Cseli. Miért ősz itt ebben a jasszam? Én nem így haza? Kimenőm van, nagyságos kapitány úr. Én jobban tennék, ha nem ülnél itt ebben a csirkefogóban. Majd a bokorban lesznek mindjárt nagyságosok. Elveszi a pénzedet, ha az ilyen buta cselédekre utazik, mint te. Mi már ismerjük ezt az urat. Elveszi a pénzedet, aztán jöhetsz holnap a kerületbe. Mindenki rúgnak. Nekem nincs egy kalacárom se kérdés. Hallod, Lilió? Nem azért ülök velem. Fogd válszát, ne feleselj! Felvilágosítlak, lányom, hogy kivel vagy. Ez egy cselédcsábító, a hintánál is azért tartják. Szegény cselédeknek házasságot ígér, aztán elveszi a pénzt meg a gyűrűt. Gyűrűség. Ne fos. Semmi közöm hozzá. Örülj, hogy megmondtam. Apád nem vagyok, hál' Istennek. Cselédcsábító, csirkefogó. Majd jössz aztán. Nem kell félni tőle? Eljátszáljuk. A titkos rendőr majd haza kísér. Muszáj menni? Nem muszáj. Akkor itt maradok, nagyságos kapitány. Én figyelmeztettelek. Köszönöm a jóságát, nagyságos kapitány. Jöjjön be, Komics. Na, és aztán? Mi? Kezdett valamit mesélni. Én kezdtem. Hát, hogy volt egy szeretője. És este, mikor eloltották a lámpákat a hittem. Eddig mondta. Igen. Egyszer este, mikor eloltottuk a lámpát a hittem, akkor jött egy lány. Nagy kettőben is, ott
az tőlem elvenni. Most a nincs. De ha lesz, akkor én odaadom még. Nekem? Ha kéri. Aztán már volt, akinek adtál? Nem. Nem volt szerető soha? Nem. De sétáló. Az csak volt, akivel sétáltál. Volt. Baka? Földi. De Baka Földi. Hová való vagy? Ide, nem messzire. Aztán... Szerettem. Minek kihoz, Liliumot? Nem szerettem, csak úgy mentünk. Hová? Ide a ligetbe. Aztán az erényed. Az hol veszett? Nekem nincs erényed. De volt. Nem volt. Én tisztességes lány. Hát de csak segélyezted a bakát. Minek kínos, Liliumot? Segélyeztem. Muszáj, de nem szeret. A te ügyem. Szeretsz-e? Nem, Liliumom. Hát akkor meg miért nem mész ide haza? Mert most már nem mehetek haza, mert most már mindenki lefek. Bezárták az ajtót? Be. Nem tiszkodod a tájszterekbe? Nem. Vigyázok a tisztességemre. Mi? Mert nem akarok férhez menni soha. Hát, ha úgy volna, hogy férhez megyek valaha, akkor nem bánnám. Nem vigyáznék az ártatlanságodra, mert akkor is minden. De nem még férhez. Hát vigyázni kell, hogy az ember tisztességes lány maradjon. És ha én most azt mondanám, elveszlek. Maga? Ugye most megijedsz? Eszedbe jutott, mit mondod a kapitány, most megijedsz. Nem én, Liliumot, hogy tőlem azt mondom, amit akar. Hát nem menni hozzám jönni feleségbe. Hát én csak azt tudom, hogy ha én szeretek valakit, akkor nem bánom, ha meg is van. Hát jönnél egy ilyen csirkefogóhoz? Hát már, ha szeretnél. Akkor a hóhérhoz is, Lilió. Lehet, ami azból is, az emberből is ember. Lehet. Nem vagy így. Nem. És ha elvenném a pénzed, hát már mondom. Hát, elvenné. Csak oda kéne menni. A muskát még így át visszavenne. Akkor megint volna keresetem. Ahhoz nem menjünk vissza. Ahhoz nem menjen vissza. Pedig az egy szóra mindjárt visszamenne. Tudom, mert... Tudom, miért. Ő is tudja. Most én is érzem. Ez itt mind Agáci világ. Fehér Agáci. A szél hozza erre. Sokkal erősebb nála. De mégis megverte, úgy fogta meg, hogy megverte.
elvitték a rendőrök. Elvitték, de másnap visszajött. Két hónapja, hogy itt lakunk a fényképrésztén, már kétszer vitték el a rendőrök. De nem tudták megbüntetni. Még? Mert igaza volt. Csak a fofája jár. Mindig csak a fofája jár. Se nem dolgozik, se nem lop. A másik szegény ember fájával tüzelnek. Ilyet kellene eltanulni, nem a tisztességes munka. Ki ez? Fényképész, Liliumnak valami rokona. Ő adott nekünk lakást itt a hódóban minden. Minek hoz fábindent hoz? Ha ő nem hozna, levegőt ebédelnénk. Nagyon jó asszony, csak jár a szár. Már most már tudom, hogy nem katona. Még összegyűsz vele? Össze. Sokat. Sokat. Elvesz. Feleségnek? Feleségnek. Na, látod, hogy nem katona. Most kacélkodom vele. Hogyan kacélkodsz vele? Mondjuk, hogy megyek a ligetbe. Aztán nem megyek a ligetbe. Aztán kellett igény. Aztán mégsem nem megyek. Akkor hazakísér? És nem történik semmi erkölcs. Így kell kacélkodni. Csak így? Tilos, tilos, de szívem joga. Nem veszekedtek soha? Csak mikor érzékiség van. Érzékiség van. Úgy van? Jó, nem fogja a kezemet. Ha lóbálni akarja a kezemet, én meg nem hagyom. Azt mondod, hogy maradhasson. Én meg azt mondom, mert olyan dacos. Ha megint lóbálni akarja, aztán megint nem hagyom. Aztán sokáig nem hagyom. Amíg egyszer hagyom. És akkor lóbáljuk a kezünket fölle. Fölle. És ez az érzékiség. Ez a tilos. De szívem jóba! Így élsz boldogan. Még boldogabban. A legszebb a szív szerelme. Az is van. Az úgy van, hogy most már három kordírral. Akkor már meg volt a paciáság, meg volt az érzékiség. Szívem jóba. Szív szerelme. Húva megfogja a kezemet. A padra ülök. Bort nem iszunk, csak piros limonádét, mert nem részeg a húgó. Pofáját az arcunknak támasztja. És lecsúszik az arcomból. Mert elalszik. És én csak nézdegélek jobb, bal. Szagolom a virágszagot, mert az is olyan oldalma. De ő nem érzi, mert alszik. És én is aludnék. Oh. De nem alszom. Csak meg vagyunk. Kettő. És az a szívszik. Már este elment, és még mindig nem jött haza. Itt van 16 krajcár. Villamosra 8 oda, 8 vissza. Kisasszony ér az emelébe. De egy gyalog jöttünk. Itt van. Eddel. Most már 3 forint 46. 3 forint 46. Nem megy munkába. Pista, mesterséget nem tud. Napszámot nem vállal. Fekszik a hasán. Nem szép tőle. Nem szép tőle. Kolicsit vár világba? Már a harmadik, amióta elmentél. A húgó hivatal szolga lesz. Beszerezte egy állami ügyvéd. Lakást is kap. A környítához nem megy vissza. Kérdem, miért? Nem mondja. Múlt hétfőn megütött. Visszaütötte? Nem. Minek nem hagyod ott? Nem hagyom ott. Minek nem hagyod ott? Kártyázni, azt tud meg. Verekedni, meg a cselédemtől a pénzt elszedni, hogy a rendőrség az ilyet eltűri. Levesnek való víz? Így volt az Esztergálya. Szép barna ember, özvegy ember.
mondom, elviszi a hivatalba és elveszi. Már ötször volt itt. Hogy udelén van, én hozok vizet. Kivár. Nem köl. Majd eljön megint. Maja megint megveri. Verekedni azt tör. Hogy a rendőrség az ilyet elküldi. Ezekkel sem akar venni. El. Minek nem mész hozzá? De ha ver is, a fejbe is üt. Csak azért, mert ő a Lilió? Mert ő a Lilió. De kivész! Olyannak is kell lenni. Amikor ott ült a padon, én néztem, akkor olyan szerint volt. Szerint volt. Vad lett. Vad is lett. De amikor ott ültünk, szerint volt. Most is néha szerint. Délután áthallatszik a vertőt. Azt sajnálja. Olyankor szerint. Mit mond? Nem mondasz semmit. Csak olyan szép szerint. Csúnya nagy szeme van, aztán úgy néz vele. Szemedben? Inkább úgy mellé. Én sem tudom nézni, mert nem szereti, hogy nem dolgozik. Ezért vert neki. Az aljas. Ő nem dolgozik, azért de megbántja. Fáj? Nem. Jó napot! Lilió itthon van? Nincs. Elment? Még nem jött haza. Akkor nem. Hogyan be maga ide begyűnni? Maga itt a háziasszony lelkem, vigyázom, mert a szájára ülök. Hogyan be maga ide begyűnni a Juli? Ne feleljen neki, lelkem. Látom, hogy maga tudja, hogy miért jöttem. Annak a rongyosnak akarok kenyeret adni. Annak a rongyosnak nem kell a maga kenyere. Ne feleljen neki, lelkem, butában még ilyen ostobát soha nem láttam. Kapott minden nap egy koronát. Hétvégén forintot. Sört, hivat fizetett neki a publikum. Inkább éhen hal, mint bocsánatot kér. Nem baj, visszaveszem anélkül is. Nagyon kérdezkedik a népek, hogy hova lett. Nekem muszáj néznem, hogy az üzletem menjen. Nem jönnék utána, ha az üzletben nem volna jó. Itt van most kápi. Lát. Mondhatnád, hogy jó napot. Minek az neked? Minek macerálsz? Nem macerálok. Hát akkor fogd be a szád. De most mindjárt az jön, hogy egész nincs. A lumpoltam, nincs kereseken, nincs egy. Nem mondok én semmit. Hát akkor fogd be a szád, és Erik innen, mert megi lesz melyikor. Maga viszi kártyázni a cehellibe. Magát becsukatom. Maga nekem fiatal. Itt van a muskátné. Ő beszélje. Minek jársz a picsurral? Egyszer majd magával visz, mikor lopni megy. Azzal járok, akivel akarom. Mi közöm hozzá? Mit akar? Hát tudod. Nem tudom. Nagyon jól tudod, hogy minek vagyok itt. Azt hiszed, rongyos vizitelek nálad? Én tartozom valamivel. Tartozod is, de azt most nem számítom. Majd hozzád jövök pénzért, mert olyan sok jövedelmed van. Nagyon jól tudod, hogy minek vagyok itt. Szerinted fogadta a Hozlingert? Hát, ő fogadta. Igazod, mint én? Hát tud, ne félj. Nem is küldöm el. Csak kevés az ember, kellene még egy. Sose volt kettő. Mindig egyedül én voltam csalogat. Hát, kidobhatom a Hozlingert. Hát minek azt kidobni, olyan jól tud. Hát, tud. Egyik kérem, mennyit kezdtem kárni. Miért nem alszol éjszaka? Úgy nézel ki, hogy köpedelem. Hát olyan jó tud az a Hozlinger.
Adja magam az éhajat. Jó, adjon neki. Azt mondtam volna, hogy simítsd a félre, akkor simítottad volna. Hallom, vered. Semmi közel. Szép kis bátorság, mondhatom. Ilyen vézlát verni. Ha meguntad, hagyd ott. De gyönge teremtés, nem üt meg az ember. Hagyja ott. Kéne? De nagy röhög már megint. Hogy kell nekem? Minek jövök utánad? Az ember ki van téve, hogyha a szívém is öli az üzletet. Már csak el tudnám adni azt a hintát, hát soha nem láttam volna. Talán nem jó megy. Ha van eszed, visszajössz. Jól megfizetek. Hiszen tele van úgyis. Tele van, de. De nem a fizet. Mondja csak meg szépen, hogy így lesz. Nekem te nem hiányzol. Csak a cselédek, azok buknak rád. Kérdezgetik, hogy... Ha van eszed, visszajössz. Hogy hagyja, mit tesz? Hiszen vered. Nehogy merem, micsoda beszéd az, hogy merem. Azért, mert egyszer olvasóztam neki, aztán rögtön tele van vele az egész. Már attól még nem. Jó. Nem szóltam semmit, nem avatkozom veled. Verem. Egyszerűen nem értem, hogy mit szeret rajta. A 2 hónapja itt ülsz vele. Már az életedet is megunhattad. Mikor ott a hinta? Volt a színház. Pénz is volna. Hogy valaki a szép, gyönyörű életet ott hagyja. Hogy járt el az éjszaka, hogy így nézel ki? Sosem néztél így ki. Itt teszed magad. Úgy vertét is. Honnan tudod? Ide hallom én. Jó. Meg kicserélte az a 2 feketben volt, aminek úgyis le volt törve a füle. És mi baj? Na, találd ki. Zebra? Nem. Automobil. Automobil? Na, az olyan fújóval. Szép piros automobil, mind abba akarnak ülni, aztán nyomják, járatják. Nálam van az első. Divatban van. Automobil. Az. Ha van eszed, visszajössz. Minek rágod itt magad? Ott a szép művészet, az való neked. Művész vagy te, nem vagy te tisztességes ember? Mondjam már. Majd visszamegy szolgálni. Rondos kis bogár. Ott a szép művészet, az való neked. Sőt, Virginia, meg egy korona hétköznap, 2 vasárnap, meg vettem én már neked órát. Nehogy én azt, hogy vissza lehet szolgálni. Na, ugye már nem iszik gyufát, ha mind gyufát innak. Akkor mikor meg kell ott így érte? Nagyon jó, te rongyos. Hát a jó kedv, az is valami. Szép, könnyű élet, meg a megboldogult férjemnek a gyűrűjét is neked adom. Mit akarsz? Nem mondjam azt, hogy vissza meg szolgálni. Kicsupolnak a lányok, hát
Hallott már olyat, hogy feleséges ember, meghallják, akkor kinevetnek. Tudom már, mint maga mit akar. Hencegni, azt tudsz. Nagyon rosszul vagyok, Emily, idehaza. Nem vigyázz rá senki. Akarsz valami? Nem. Az öreg asszony mondta, hogy itt volt valami esztergályos. Valami összegyenlő. Tudom. Lilion, nehogy elfelejtsem, majd aztán mondok valamit. Jó. Már tegnap akartam. De négy szem között. Gyere be egy kicsit. Nem látod, hogy dolgom van. Egy percig tart az egész. Mit ne? Hadd mondom meg. Nem találsz. Ne! Mit ne! Jó, ne kezdjük meg itt. Majd én kimegyek a fényképészet, aztán visszajövök. Ne nézz így rám! Nem félek tőled, nem bánom, ha meg is ütsz. Én azt mondtam, hogy mondani akarok valamit. Jöjjön ide hamar. Nem lehet hamar. Miért nem iszod meg a kávét? Ezt akartad mondani? Nem. Itt addig ki, addig majd meg. Na? Hát, kérdezted tegnap, hogy a fejem fáj. Igen. Hát ez. Beteg vagy? Nem. Csak kérdezted tegnap, hogy a fejem fáj. Mert mondtad, hogy másféleketlen van. Azt is mondtam. Talán az esztergályos? De ugyan az esztergályos. Csak azt nehezen tudom megmondani. De azt neked tudnod kell. Igen? Én nem ijedtem meg tőle, mert annak úgy kell lenni. Igen? Ha az ember fél. Gyerekek lesz. Picsú! Láttam, ki ment. Ki ment, igen. Adok neked 10 korona előleget. Miért nem? Menjen haza, nagysága! Nem látja, hogy reggelizek? Hagyjon békibe reggelizni! Nem mész! Többet az életben muskát, mint nem láttok. Nem látom. Isten áldjon! Mi azt, hogy mondhatod, pénz lehet? Hát lehet. Mennyi? Pár forint. Öreg csipész vagy. Belefehetsz. Reggel kávé, nyílt a leve, este megint kávé.
Tűzit várt. Ezt mind én adjam. Hol de mi? Adja vissza a bögrémet. Takarodj innen, te rangyos, mert mindjárt hívom a fiamat. Fiatal nekem a maga fia. Hol de mi? Amikor magának a fia született. Na. Amikor magának a fia született. Na. Aludja ki magát, rongyos. Éjjel részegeskedni, meg kártyázni, azt tud. Meg más nyakán élni, azt is tud. Picsun! Hát a Julinak gyereke lesz, ezt már hallottam. Mondtad, hogy pénz lehetne a bőrgyári pénztárnokról. Hát viszont. Mennyi? 16 000 forna volt. De akkor csak úgy, hogy együtt. Erít ki, Picsun, majd. Majd aztán gyere vissza. Aluder néni! A Julinak gyereke lesz! De nekem gyerekem lesz! De nekem gyerekem lesz! A gyerekem lesz! Cseh! Egyik megszólítja kísérése, a másik megszólítja beszédre. Ez attól függ, hogy kinek mihez van célja. Majd csak te szólíts meg beszédre.
Mit mondok neki? Azt mondod. Jó estét kérem szépen. Hány óra? Aztán? Aztán. Akkor én már mindjárt szúrok is. És akkor te is előletted a napkést. Jó napot kívánok! Jó napot! Jöjjön a fényképész! Keresik. Papírképet is csinálsz. Hogy ne kérem? És még amilyen tetszik. Egész alak? Egész alak. A Hermélyatúton mit csinálsz itt? Itt van már. Ide van? Nem ide van. Hova? Budai. 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 Szegény rongyos ide. Mi van? Gyárj már. Kérem, most nyugodtan maradni. Egy, kettő, három. Köszönöm. Összeszúlva visszatetszik, jönni kész lesz. Akkor vissza fogok jönni. Most kell fizetni? Visszacsúlva nem szükséges. Itt ülnek, hogy elrondítják nekem a helyiséget. A Péruci, gyerek a szűznak a központba, sírhat majd a lény, hogy énekölnek. Te nem félsz a zsarutól? Egyik én ebben rád lépni. Mondod, a Mózdinger szerint itt aludtál. De még hogy? Az asszonyt is lát? Lát. Hát már fésülni is a Mózdinger. Fésülni? Hát, tisztít. Tisztítsal. Egy. Hova? Hát ez a kést. Az egyiknek ők is. A nagy. És bicskám azon nekem. De ha vitatkozik, akkor kül a nagy kés is. Minden az? Hát a gomiszkodik, olyan vitatkozok a fején, hogy megkapcsolódik. Hát valami csak kül. A bottal nem vállal tőle magát. Miért nyakát tőle vállal? Nem kül, csak ha ő akarja. Gőzfajon ülni, az jó lesz. Gyári fasz ébeszik, az is jó lesz. Dolgozni attól meg fész. Meglátja, Juli, ne érzem a kést. Akkor úgy vegyem, hogy ne lássa meg. Vigyel, vigyel. Itt a rendőr! Azonnal! Azonnal, mindjárt kérem, mindjárt kész lesz. Vigyen, vigyen, te jár minden. Vassére van, vinci, te köztésre. Krisztina körült, retek utca sarok. Honnan tudja? Arra járok hivatalba. Micsoda maga? Zongora tanár. Tessék, kérem. Szépen három óra. Ha felel, mit mondok neki? Nem felel. Nem felel? Nem. Na, honnan mutasd? Bal. Szép irány.
még mindig. Itt a hegye. Ebben nézd! Vigyázz, vigyázz! Te áll inked, vasd gyerek a pérci! Bekaszliznak a központba, sírhat majd a rézi. Adjön már a zsang! Fekszem! Mi van? Ha visszatjön a lelke, mi is nála? Annak nem jön vissza. Nem jön vissza a nevén. Hát aztán még mi van még? Másik világon. Az Úristen elejbe megyünk. Annak mit mondok? Nem megyünk mi annak elejbe. Miért? Kerültél-e már főkapitány elejbe? Már találtad, hát kapitány elejbe. Vagy ellenőrig legfőjebb, ha megyünk. Ami a másik világon is úgy van. Csak úgy, az is rendőri hivatal, csak másik kerületben. Úrnak mennyország, az ilyen rongyosnak meg rendőrség. De pénzesebb gyermek, így van muzsika. Ha mi lehetünk nem muzsika? Nem, nekünk nem muzsika, nekünk igazság. A más világon csupa igazság van, ahol meg igazság van, ott csak a kapitány lehet. Jó estét kívánok, kérjük szépen hány óra. Minek tesz oda a kezed? Ne dobog a fiam a kés! Tedd a másik oldalra! Na, szépen lassan eljutunk. Korán van még. Hova mész? Azt mondta, a térgédig nem beszélsz hozzá. Minek beszélsz hozzá? Hova mész, Ficsúrral? Megyek a Ficsúrral. Maradj itt. Nem maradok. Maradj itthon, mert eső lesz is. Nem lesz eső? Honnan tudja azt maga? Mert nekem mindig szólnak elő. Maradj itt. Jön az Esztergál is, megkérdem, adjon nekem munkát. Tudok én Esztergál. De maradj itthon, mert kérj Marika a vőlegényével, elhúzza le. Láttam én már vőlegényt. Mert az! Marika, no, neked adom az egészet. Sétálni megyünk a Ficsúrral, majd aztán visszajövünk. De maradj itthon, mert sört. Nem haragszom már rád, mert megütöttél. Vigyél, mert hagyjál végében elmenni. Mi van a kabátodban? Tártya. Mi van a kabátodban? Monika vőlegényétől kérdezte a gyermektelen házasvárt az Arany utcában, ház felügyelőnek. Szoba, konyha. Herédi! Jutta tisztában tartani! A hermén a húton. Nem tanálom sehol a kést. Nem tanálom sehol a kést. Maga tette? Nem. Az előbb még benn volt az asztalon, nem járt benn más, csak a Lilium. Az nem vett el. Más nem volt benn. Minek vette volna el? Eladják, ne visszák. Látja, néni gyanúsítja. Az előbb kutatta már minden zsebét, hogy van-e nála pénz. És csak egy papír kártya volt nála, más sem. Kártya. Kártya van nála. Most meg ennek a méltóságos urak a kaszinóba kártyázni. Hát eljöttünk. Igen. Hát ez itt a Hugo. Nevem Mejfeld Hugo. Nevem Celler Gyuri. Ez itt a Hugo. Igen. Igen. Hát a Lilium hol van? Igen, kérem. Hol van kedves férje? Elment. Elment? Elment. Hova? Sétál. Igen? Igen. Igen. Hát a Hugo elsőjétől már nem áll a sarkon, mert állást kapott. Elsőjétől már nem hordált. Kaszinó. Nem tudja, kérem, a kifejezéseket. Kaszinóba fölvettek második komoly. Nagyon jó állás, kérem, aki megbecsüli magát. Igen. Fizetés, az is nagyon szép, de fő a borra való, mert én a bakaratnál vagyok, és kártyánál meg lehet keresni, kérem, csak borra valóban minden este 20-30 koronát. Minden este? Igen. Két szobás lakást béreltünk, de ha majd jobban megy... Akkor házat veszünk Pétényen. Hát kérem, az ember megbecsüli magát. És hát ugyan Tétény, hát az bizony nem a fővárosi élet. De hát, ha ad az Isten gyereket, hát a gyerekeknek sokkal jobb. A kaszinóba bejárhatok onnan is. Szép gyerek a Hugo, igen. Jó gyerek a Hugo, igen. Csak zsidó. Nem baj. Az is ember. Hát nem kívánsz nekünk gratulát? Igen.
Hugót nem csókullod meg? De igen, azt is. Miért sír, kedves nagycsám? Na jó léne. Köszönjük a szíves részre. Hát, ha tetszik, gyerünk kérem, mert aztán besötétedik. Egész alak? Két egész alak. Két egész alak. Vőlegény mennyasszony. Vőlegény mennyasszony. Bécsig hallod, amit lehet. Bécsnek megy az, amelyik most elvett. Tovább tenni. Tovább is. Most mindjárt 6 óra. Hol még? Sehova. Mindig kész, hogy megugrok. Na, még ugrok. Amikor 16 ezer korlapot áll. Na, na hát. Szépen várni kell, amíg jön. Szépen megkérdezik. Jó estét kívánok, kérem szépen hány óra. Aztán majd megmondja, hogy hány óra. Hát, ha mégse jön. Muszáj neki. Minden szombaton fizeti a munkásokat. Éppen van egy önne.
Azt nézem, hogy ennek a sínnek sehol sincs vége. Minek nézem? A vonatot is mindig nézem. Amikor úgy este ott lenne állok, elhagyom aztán lekő. Lekő? Le! A mozdony. Kérdezem, hanem a Lincmann. Hiszen én sem a vonatra mondtam. Ő is néz! Úgy nézi fény szemébe, amíg beszélnek. Az én vagy te ilyen benne, hogy nincsen mosod sem. Hát a madár is azért néz, mert nincsen pénze. Nem. Hogyha valakinek van pénze, az csinál valamit. Azaz, hogy csinál. Mit csinál? Bármi. Csak az dolgozik, hogy nem van pénze. Na, most aztán majd lesz pénz. Jó estét kívánok, kérem szépen hárjon. Van-e pénzed? 11. 6-os. Kravaszár. 11. Te ki!
Presto. 21. Kapok 1200-at. Ha dupla vagy semmi. Dupla vagy semmi. Vlad. Presto. 19. Nyert! 17, 2400. Hát most leszek itt van a piros ász. Megduplázhatod. Jó. Vlad. Presto. 21. Csak még egy ászt, hogy nekem a zöld ászt ad ide. Leszek ránk a zöldke. Dupla vagy semmi. Azt nem lehet. Mi? Hát, 9600 neked csak nyomkívja van, akkor már nem tudsz kifizetni. Csak ez disznóság! 3200! Hát akkor 3200! Na, 3200! Resto. Én is ászra megyek. De ezt most már kigusztálom. Hát mostan te jár inger, a Hermione. Hát mostan mindent elvesztetted. Most megmondom, hogy te egy utolsó. Te egy utolsó. Jó estét kívánok, kérem szépen, hány óra? Épp a bicskás kezedet fogom. Még jó, hogy nem a másikba vetted. Szép kép, madár. Úgy éljek neked, valamivel kevesebb szerencséd van, mint az öreg Rothschildnak. Te meg, ha csak szemeddel pislogsz! Keresztül vagy lőve kétszer egymás után! Nézheted a csövet, fiam? Van benne ma? Van! Engedjen el, nagyságos úr! Hát nem csináltam semmit! Először is, fiam! Nem vagyok nagyságos úr. Másodszor ezért a pénzért akár kegyelmes urat is mondhattál volna. Harmadszor pedig. Behízzelek mi most, aztán igazán nem fogod magad nálam. Hát én kérem, nem csináltam semmit. Ja. Hogy hány óra? Azt is tudom, fiam. Én nem tudnám. 5 perc múlva 6:30. Engedjen el, méltóságos úr, hát nem bántottuk! Nézd csak hátra, fiam. Csak bátran. De nehogy próbálj elszaladni, mert akkor lelőlek. Na. Kik jönnek ott olyan gyorsan? Csendőr. Elmozgasd a kezed! Hányan vannak azok a csendőrök? Kettő. Min ülnek azok a csendőrök? Lovon. Hát aztán mi tud gyorsabban szaladni? Egy ló? Vagy egy ember? Egy ló. Hát akkor most aztán hiába is szaladnál el. Becsület szavamra mondom, én még két ilyen pekes rabógyűkost nem láttam. Hát direkt nálam volt a Browning. És ha nincs nálam a Browning, jöhettetek volna négyen is Lincman bácsi ellen. Meg aztán, ha ez volna az egész. Mondjátok csak, marhák, nem is néztétek, hogy honnan jöttem? Hát honnan jöttem? Már visszajöttem a gyárból. Amikor oda mentem, 16400 korona volt nálam. De most? Nincs nálam egy vas se! Megalozdulj! Megálljunk! Na öregem, kérem szépen, hát hány óra? 10 év, de börtön. Én titeket itt hagyom most.
megszúrta magát. Meg az, alaposan. Megyek, telefonozok a mentőknek. A Heisler fűszereshez menjen. Onnan telefonáljon a gyárba. Ott is van orvos. Te! Mihály! Mit kell? Kivegyem a melléből a kést. Van egy szivarod? Nincs. Hát, ahogy mondom, Mihály, tudod, úgy vagyunk ezzel az új fizetési rendezéssel, hogy a régi skála szerint én már sokkal előbbre tartani. De hát, emelték a fizetést. És most így kevesebb van, mint amennyi volna. Hát, hogy mondjam ezzel én ezt a miniszter? Kínlódok tovább. Döglődök. A bőrgyárból kértek meg két munkást, azok hozták Ragason. És orvost? A rendőr telefonált a központra. Mindjárt kijön a rendőrorvos. Még talán életben maradt szegény. Nagyon megszólt a maját, de azért még ilyen lélegzik. Még beszélni is tud, csak nagyon csöndesen. Sokáig feküdt, hogy eszmélete nélkül, de Ragason magához jött. Ez a rázástól van, ahogy hozták. Maga a felesége? A gyári orvos úr megparancsoltam, hogy ne vigyük el a rókusit, mert ezt már nem bírnák ki. Nyugalom kell neki. És várják meg a rendőrorvost, amíg megérkezik. Békében köpedjük. Kérem, az illetős
feleség miatt most menjünk jelen ki. Julikám. Julikám, nem kell tőlem semmi? Julikám, itt kint leülünk a padra. Meg a Huslinger. Hát ő is tudja. Jöjjünk ki a hintásnél a Huslingerrel. Hát tudjuk azt a vicceket mondani, amilyen én találtam ki. És tőle is fölveszik. Hát úgy is jó. Mondjátok! Ézi, én megpróbáltam, hát gondoltam lehet Amerikába! Tudod, hogy igazam volt. És neked nem kellett volna reménykedni azért. Nem muszáj, hogy neked is igazad legyen. Majd legyen a New York-nak igaza. Megvan igaza. Soha senkinek nincsen igaza, de azért mindenki herceg. Nem tudja. Jobban. Szervusz.
Jó estét. Feleséget? Igen. Gyert meg, kérem. Öntölt. Szegény asszony, maga ura meghalt, vegyük el ezt tudomásul. Majd a jó Isten megsegíti. Itt vagyok ezt az írást, ezt át kell adni azoknak, akik jönnek a királyi törvényszék dolgostani intézet. Köszönöm, hogy elszállítsak. Szappantiak és törő között. Már előkészítve van, kérem. Isten megáldja a szöveg. Köszönöm. Isten nyugosztalja most már megboldogult uradat. De ha nem lesz a csértésnek Marikától, bizony így jobb. Neki is jobb, szegénynek, magának is jobb. Fiatal vagy. Jön majd egy derék ennek. Ugye? Igazam van? Igaza van neki. Te mondd, hogy igazam van. Julikám, te mondd, hogy igazam van. Igazad van, Marikám, te nagyon jó vagy. Itt van az a derék ember. Az az esztergályos. Most már megmondhatom, minden nap üzent valamit. Egyszer ezt, egyszer azt. Kérdezed magának. És az összvegy ember. Kérdje. Neki is jobb szegénynek, magának is jobb, mert ez rossz ember volt. Nem volt ez jó ember. Ugye, Hugo? Nem, asszonyság. Itt mondom, hogy nem volt jó ember. Te mondd, Júli, hogy igazam van. Igazad van, Marikám. Az magának egy szerencse, nem? Igen, ki is jobb. Neki is jobb. Visszakapta, kérem, a szabadságát. Hány éves? Mi az, gyerekkor? Igazam van? Igaza van, Hugo, maga nagyon jobb. Ez a szerencse, nem? Igen. Egy szerencsétlenség volt, ahogy eddig volt. Hiszen enni se lett volna nekik, ha mamám nem engedi őket itt lakni a váróteremben. Ha most jön az ősz meg a télebben a faházban, úgysem maradhatnak volna, nem? Megfogtak volna, mint a madarak. Ugye? Igen, Marikán. Esztendőre nem is fogsz rá emlékezni. Igazad van, Marikán. És ha bármi kell, hát itt vagyunk. Most elmegyünk, de holnap reggel megint eljövünk. Isten áldja meg. Isten áldja meg. Gyere, Mari. Hadd szerencsez neked. Nagy szerencs, én mondom! Ne sírj, Marikám! Csinálok egy kis fekete kávét magának, nem evett semmit. Aztán majd jöjjön be a házba, addig itt lesz a fiam. Békéjek meg velem, asszonyság. Nem haragudtam az asszonyság. Mégis. Békéjek meg velem. Nem, békélek meg. Én megbékélek magával, asszonyság. Mindenki szígy a szegényt. Csak mi ketten nem. Maga sem mondja róla, hogy rossz volt. De, én azt mondom. Megbocsátom magának, asszonyság. Engem is megütött. Megbocsátott. Elfelejtett. Azt megteheti. Segíthetek valamit? Nem kell.
Tartozom neki 2 korona hátralékkal. Adtok volna meg neki. Jó, csak gondoltam, hogy azért, mert... szegény meghalt, azért még azt sem hozzájött. Nem tartozom hozzájuk. Jó, kérem. Csak azért maradtam itt, mert... azért, mert szegény meghalt. Csak mi voltunk, akit szeretjük, hát tartsunk össze. Nem tartok az asztalisát. Akkor nem is szerette úgy, mint nem. Én jobban szerettem. Jobban. Isten áldja. Isten áldja! Nem mondom, amit igazán gondolok, mert kinevetsz vele. Nem, most nem hallok. Nem volt szép, hogy megütöttél. Merve bántál. Fejemet ütötted a szabad egységtől. Itt hagytad. Csúnyán bántál velem, nem volt szép. De most már csak amit jelent. Komisz úr, én téged vagyok. Mindegy, most már nem mondtam. Úgy is mondtad. Szép. Én is szép. Most már csak aludjál. Hogy a főnek fényképésznél mondta, hogy készen van a kávé, aztán megyen. Azt hiszi ezzel, aztán rendben van minden? Megszúrni magát, megállítani a szívét, itt hagyni így az asszonyt meg a testével a gyereket? Így könnyű is volna, ha ebből minden rendben volna. Jöjjön! Magának erről el kell számolni. Isten detektívé vagyunk. Velünk jön. El kell számolni. Így könnyű is volna embernek lenni. Nincs annak olyan könnyen vége. Tudja, hogy
tudják nevét most is. Emlékeznek az arcára. Tudják, mikor mit mondott, mit hova tett. Milyen volt a nézése, a hangja, a kezefogása, hogy kopogott a lépése. Amíg van, aki emlékszik az emberre, addig sok elintézni valóban nem még. Rádaudom, te nem tudtad, az ember csak akkor van meg, amikor elfelejt. Ez az a rendőrség. Ez az, fia. Soha szabad kérdőd meg. Mit csinálok én? Elszámolsz, fia. Szintén öngyilkos? Szintén? Szintén. Nevem Kádár István. Dr. Reich. És sem? Semmi közöttök hozzá. Szemtől nyomasztó adósságok miatt. Hát maga? Micskával. Revolverió. Ha nekem pénzem lett volna revolverió. Csend! Az úrnak alásán jelentem, ezek itt a tegnapiak, a számok már be vannak írva a könyvbe. 16.472-es szám,
16472-es, álljon fel. Neve? Dr. Reik. Az öngyilkosság neme? A revolver. Browning, Clement? Nem kérem. Wedley Scott. Cselekedett valami jót földi életében? Én kérem, ügyvéd volt. Apa, adjuk ezt most, kérem. Hát te mindenek előtt megkérdezem magától, akar-e, mielőtt a nap föl kell visszamenni a földre, értésére adom, hogy eljoga van. Értettem. Aki természetes halállal halt meg, az elvégezte. De aki önkezével vetett véget életének, az a nagy izgalomban, felindultságban valamit akar valamit elintézni? Az adósságra? Azok itt nem számít. Itt másról van szó, itt a maga lelki üdvéről van. De akkor kérem, akkor talán az, hogy... Mikor éjjel elszedtek hazudról, a kis Oscar fia még aludt. Nem mertem fölkötni, hogy elbocsúzzam tőle, de szerettem volna megcsókolni. Dr. Reich visszamegy, és Oscar kisfiát megcsókolja, elmegy. Ebben az úrral megyek? Igen. Nagyon szépen köszönöm. Tizenhat ezer négyszáz hetvenhármas. Állj fel! Hát Dr. Reichnek azt mondta, álljon fel, miért vagyok én csak állj fel? Neve? Írja. Ez a csúf neve. Igen. Mi az igazi neve? Rendre. A vezeték neve? Zábocki az anyám. Mi jót cselekedett földi életében? Miért tölte meg magát? Az öngyilkosság neme? Kés. Vegye el tőle. Ha visszamegy a földre, akkor majd... Visszamegyek a földre? Ja, akkor feleljen, ha kérdezem. Hát kérem szépen, hogy nem feleltem, hogy kérdeztem. Itt nincs kérdezés. Itt csak felelet van. Závodszky Endre. Akar-e, mielőtt a nap föl kell visszamenni? Ehhez joga van! Egyetlen már eljöttem, minek megyek vissza? Nem él a jogával. Feleljen a kérdéseidre. Tisztában van azzal, hogy odalent hagyta a feleségét kenyér és támasz nélkül? Tisztában van. Megbánta ezt? Ne. Tudja-e, hogy a felesége várandós, és 6 hónap múlva a gyereket szül? Tudom. Az is támasz és kenyér nélkül marad. Eljöttem, hát eljöttem. Itt nem lehet makacskodni, mert én átlátok magán, mint egy darab üveget. Akkor miért kérdeznek? Miért nem hagynak pihenni? Itt tisztulni és javulni kell! Az emléket, amit lent hagyott a földön, szépé kell tenni? Hagyjanak aludni! Itt nem lehet makacskodni, mert itt már végtelen a türelem! Azt tessék nekem megmondani, nagyságos uram, hogy a kisgyerek, az fiú lesz vagy lány? Akkor már nagy gyerek lesz, majd meglátod. Látni fogom a kisgyereket! Szépen! Látni fogom a gyereket! Mondom, hogy akkor már nagy gyerek. Még egyszer fölteszem a kérdést. Megbánta-e, hogy hűtlenül elhagyta a feleségét és a gyerekét, kenyér és támasz
nélkül. Megbánta? Nem! Hogy rossz férj és rossz apa volt? Mi, hogy én rossz férj volt? Az! Egy rossz apa! Az! Azért még utáltam visszamenni a Ringlihöz. Lefélye nem tudtam nézni, hogy a Juli mindig... Miért szégyelli kimondani? Mindig sírt? Miért szégyelli, hogy szereti? Nem szégyellem! Azért van a rossz férj, meg rossz apa, de hagytam magamat a ficsútól rábeszélni, aztán jött egyszerre minden, a zsidó, a revolverrel, a rendőrök. Hát pedig ott áltatlanul álltam. Hát a pénzt már el is kártyáztam. Hát mégis bezártak volna. Hát rossz voltam, mert nem mentem lopni. Hát ott így kellett volna menni a Juliért. Bizony, fia. Ezt nem tudtam. Megütöttet szegényt és cselédet, szegény árva kis cselédet ütöttet. Miért ütöttet? Összegyöttünk. Ő is mondott valamit aztán. Én is mondtam, aztán neki igaza volt. Megbántad? Én meg nem tudtam rá mit fejlelni. Kérdeztem, megbántad? Hát amikor arra a kis vékony nyakára ráütöttem, akkor... Fölnyom bennem, és úgy megütöttem el. Nem is vártam meg! Te rajtad nagyon nehéz segíteni. De legalább el is kör. Az Aradi utcában házmesteri állást kínáltak neked. Hol van ez? Az pintatókönyvben esetesen. Igen, egy szoba, konyha, negyed pénzek. Csukot is szabadoltattani. Miért nem fogadtad? Mert én nem vagyok házmester. A házmester, ahhoz házmesternek kell lenni. Ha azt mondanám, Lilion, menj vissza szépen az ágyadba, és reggelre meggyógyítani ébredsz föl benne. Elmenni a házmesternek? Nem. Miért? Mert ezért haltam meg. Nem igaz! Te azért ölted meg magad, mert szeretted őket! Nem! Na, ülj vissza a helyet. Nem! 6474-es. Kádár. Most jött meg. Most. Mennyi ideig égett a tisztító tűzben? 13 évig. Kádár István, maga 13 évig égett a tisztító tűzben, aztán visszament a földre egy napra. Mi szépen cselekedett? Elmentem haza. Aludtak szépen szegény álmáim, de esett az eső és becsordott a kisházba. És akkor én nekiálltam, hogy megfotózzam a háztetőt, hogy bennázzanak a szegények. De a kopogásra felébredtek és megijedtek. De bement hozzájuk az anyuk, és azt mondta nekik, hogy ne féljetek, ne sírjatok. Szegény apátok van itt a más világon. Ő kopogtat. Fotózza a háztetőt. Kádár István, maga nagyon szépen cselekedett. Olyan gyönyörű, hogy benne lesz az olvasókönyvekben, hogy a gyerekek meghatódjanak és sírjanak, amikor olvassák. Kádár, menjen be azon az ajtón, magára az örök fényes. Hallottad ezt? Hallottam. Ez az ember úgy kerül ide, mint te, de aztán 13 esztendeig égett a rózsaszínű lángok között, és megfódozta a háztat. Megfódozta a háztat. Hát nem tudod fódozni, minden cseretes tud. Ki kiáltódott menjen a ligetbe? Lilion, te 16 esztendeig fogsz égni. A rózsaszínű tűzben. És akkor misz vissza a földre, amikor már felnőtt lesz a gyereked. És amikor 16 éves lesz a lányod? A lányom?
16 éves lesz a lányom! És akkor visszamész a földre. Én? Igen, igen. Olvashattad a versekben is a mesékben, hogy az anya visszament a gyerekeihez. Az itt nem is hazugság. Láttad, hogy igaz. Nem olvastad, hogy néha a halottak visszajárnak a földre? Szavartam is. És hallottad most Kádár István, hogy megfordulta? Megfordulta. Már mondottam volt, nem a facska. Neked is vissza kell menned majd a földre, hogy bebizonyítsd nekünk, mennyi javultál. Ez olyan vizsga? Ez olyan vizsga. És megmondják, mit kell csinálni? Azt nem. Hát? Azt neked kell kitalálni. De neked kell valami nagyobb szívet és gyönyörűt cselekedned a lányoddal. És akkor... Akkor? Most magadra hagylak téged. Te szépen visszamész majd. És 16 év után találkozunk, de már csak akkor, amikor visszatértél a földről. Nagyon vigyázz magadra. Cselekedj valami nagyon szépen, valami gyönyörű. És attól függ, hogy melyik fajtól neked legyen. Erre, fiam. Kérem szépen, mit akar? De nem haragszik. Mit akar? Megvette a központ kávéházat, azóta a Hugónak mindig a központ kávéházban kell lenni. És te is ott ülsz egész nap. Ott, fiam, a kassa mögött. Olvasom a lapokat, figyelem a pincéreket. És a gyereket. Fiam, a modern házas életben teljesen természetes, hogy a szülők alig látják a gyerekeket. A három lánynak ott van a nevelő, a két fiúnak kisasszony. Marini, mi maradjanak itt ebédre? Nem lehet. Pály, édesem, na, jöjjön, Hugo. Mióta magázodom, Hugo? Én ezt jobban szeretem, nagyságos asszonyom. Amíg tegeződtünk, könnyebben jött a veszekedés. Amióta magázodunk, úgy élünk, mint az udvari tanácsosok.
Csókolom a kezét. Isten megáldja, Hugo. Várj, rendesen. Ez én csókolom. Na, fiam, hozd az ebédet. Nem igaz, hogy nem dolgozunk többet, hogy jut a gyárpadhoz. Fiam, hát ott fogunk dolgozni. Hugo bácsi, beszerzett minket, fiam. Egy nagy berendezési vállalat hozzá. Semmi más nem csinálunk, csak csupa kávéházakat. Az övék is oda nem lesz. Függönyöket fogunk csinálni. Szép nagy függönyöket, applikációban. Ez fog jut a gyárpad, jobb lesz, és jobban is fizetik. Mert szerencse ez egy ilyen szegény a fagyasztó, amit a te adjál. Nagyon Isten van. Jó, biztos valami kódos. Mit akar szegény ember? Semmi. Pénzünk nekünk nincs szegény ember, de egy tárnyéklevest az kapott. Messziről jött? Nagyon messziről. Fáradt? Hát van a kertajtónál egy kő. Üljön le rá. Már hozza a lányom a levest. Ez bizony. A maga lánya. Igen, kérem. Szép egészséges lány. Anyám, mi az, fiam, meg akart fogni? Ugyan lesz a már kutyán, miért akart volna meg? Ülj is. A gyárban dolgozik, asszonyság? Ott. A lánya is? Az is. Hát a kedves férje? Nekem nincs férjem. Özvegyasszony vagyok. Özvegyasszony? Özvegyasszony. Hát a kedves férje régen halt meg. Nem tetszett nekem felelni, asszonyság. Bátorkodtam kérdezni, hogy tisztelt férje régen halt. Régen. Miben? Nem tudják, miben halt meg. Elutazott Amerikába, és ott a kórházban meghalt szegény, mivel én születtem. Amerikába utazott? Igen, én nem is ismertem. Amerikába utazott? Hallja, hogy oda, minek kérdezi annyit? Hát csak nem ismerte. Hát tudja Isten, én annyi mindenkit ismerek. Talán még őt is ismertem. Na hát, ha ismerte, akkor hagyjon minket végén szegénnyel. Elég az hozzá, hogy elment Amerikába, és ott halt meg. Az én apám nagyon szépen megvan. Ne beszélj annyit. Csak mondtam. Ami hát ilyet csak mondhat a szegény árma az apjáról. Jól van, jól. Az én apámnak volt három fehér csontgolyója, és az a lutatott dobálni, hogy a színházba is faragadtak meg. Ez ki mondta neked? A Hugo bácsi. Micsoda Hugo bácsi? Központi kávéházas Belfeld Hugo. Aki Hordárgó? Maga mindenkit ismer? Ami hát Belfeld Hugo még nem mindenki. Hát ez a barátja volt az apámnak. Nem volt barátja. Tisztelt férjéről szigorúan tetszik beszélni. Tisztelt férjemről úgy beszélek, ahogy nekem tetszik. Senkinek semmi köze hozzá. Ez az én dolgom. Maga dolga. Ez is ment az apám. Na, erígy, kérdezz meg tőle. Ismerte az apámat?
ismerte a Závodszkit? A Liliomat. Igaz, hogy olyan szép ember volt? Nem is volt olyan szép. De jó ember lehet. Nem is volt olyan jó, ahogy mi mondjuk. Az ember csirkefogó volt. Viceket csinált a ligetben. Viceket csinált a ligetben. Viceket meg dalokat énekelt a Ringis Pihen. Dalokat énekelt a Ringis Pihen. Verekedő, szemtelen ember volt édeslányom, bizony. Mindenkit megütött, még a maga édes kis mamáját is megütött. Nem igaz! De igaz! Nem igaz! Hogy mert maga itt hazudozni a gyerek előtt az apjáról? A mi levesünket, a mi kenyerünket eszi és a mi emberünket szívja. Menjen odig, szemtelen hazudó! Nem tűröm, hogy félrevezesse a gyereket! Fiam, tedd el tőle a tányért, aztán menjen az útjára. Ha nem volna szegény hondyos kótus, megmutatnám neki egy mereményet. Hát nem ütött? Nem, soha! Mindig jó volt hozzá. Mondd, hogy pizzeket csinál. De még milyen szép pizzeket. Kisasszony, nekem van a zsebemben egy paprikártya, én olyan kurszokat tudok vele, hogy nagyon fog bevetni, ha meglátja. Kisasszony, hadd jövök be egy percre, csak éppen megmutatom a kurszokat. Menjen is megint. Kisasszony, hadd jövök be, hadd mutassak magának. Én hoztam magának valamit, kisasszony. Ne fogadj el tőle, fiam, semmit. Biztos lopta valahol. Menjen Isten hírével! Kisasszony, híres kisasszony! Nekem valami nagyon szépet kell mutatnomba csinálnom. Nekem valami, most kell valami nagyon szépet! Kisasszony! Ott az ajtó! Kisasszony! Mars! Kisasszony! Mi történt itt? Anyám. Az ember, én mutattam neki az ajtót. Meg ráutott a kezem, hogy csak úgy csattam. És én nem is éreztem, pedig nagyon csattam. Fiam, menj be a házba! Most menj be a házba! Anyám olyan forró és puha volt a kezem, mint a mesztelen szívét tette volna a kezem. Most rögtön menj be a házba! Maga megütötte a gyermekemet. Maga azért jött, hogy megüsse a gyermekemet? Nem azért jött, hogy mégis megütöttem. Édes jó biztos. Kicsoda maga. Én egy szegény kórus vagyok, aki még szülődik. Kaptam egy tányér lövést. Elment? El. Gyere, édes fiam, ülj le és együtt tovább. Mi történt itt most, hogy nem semmi? Semmi nem történt, fiam. Ülj le és együtt. Miért nem eszel, fiam? Jaj, anyám, miért nem mondod? Semmi sem történt. Azt történt, hogy mi szépen ettünk, ebédeltünk, aztán jött egy kórus. Mesélt a régi időtől, és nekem ezt szeretett. Az apád? Az apád. De hát verbál megtörtént az, hogy valaki rád ütött, és te nem érezted. Igen, fiam. Velem az már lehet. Lehet az, hogy ilyen nagyot, ilyen erős nagyot ütnek az ember, és aztán az nem.